Jim Borny, Harsányi Gábor. Ernest suliba megy. Cicka Show Falls középiskola. Az izmos patkányok otthona. Bruce Anson és Kirby Shilston. Oké, lányok! Nyomás, duhanyozni! Fényképezte David Geddes. Írta Cook Sams és Bruce Anson. Rendezte Cook Sams. Forgalmazza a videórend. Igazán szép munka volt, Kandel. Gratulálok, Rickman! Szép, szép, szép. Te használd a kezedet is az elkapásnál. Spinks, nyitva kell tartanod a szemed. Egyszerűen nem veszed észre, honnan jön a labda. Azért mégiscsak van, amit jól csinálok. Idő még egyszer sem kaptunk ki. Igen, na de... Ha a hétvégén is nyerünk, bent leszünk a kerületi döntőben. Úgyhogy, ha tanácsra van szükségem, majd zörgök a rácsodon. Csak meg akartam osztani veled sok éves tapasztalatomat, hogy te is részesülhess futballtudományom végtelen tárházából. Ha akarod, később mutatok pár trükköt. Ne! Bizony, a pálya 20 méter széles, de a játék centiken múlik. Mert a futball nem sport, a futball művészet. És minden az alapokon múlik. Mint blokkolás és elütés. Tegyük fel, hogy ezt a problémát kell megoldani. Az első feladat blokkolni. Aztán jön az elütés. Majd megtartjuk a helyén. Igen. Megfelelő ember a megfelelő munkára, és elkötelezett itt az alapokban. Emlékszem arra az esős éjszakára, amikor Presswell edző bejött az öltözőbe, ahol melegedtem. És azt mondta, gebárd lábú, ide most. Csoda kell. Igen, Presswell edző mindig tudta, kit kell hívni, ha kemény munka ígérkezett. Gebhard mondta, mert hát mindig így hívott. Huh? Oh.
Kitette a kígyót Karen törpin szekrényébe. És hol lehet most az a kígyó? Uram, Isten, mekkora! De tévedtek, ha azt hiszitek, megoldhatatlan helyzetbe hoztatok. Készüljetek fel a további közleményekre Rodney-ról. A dzsungel királyáról. Ez a középiskola az az erő, ami összefogja az egész közösséget. Ha bezárjuk azzal, halálra ítéljük a várost. Én felelek a kerület adófizető polgárainak, és hogy csökkentsük a költségeket, felszámoljuk az olyan felesleges intézményeket, mint ez. Tudom, az épület felújításra szorul, de az oktatás határozottan magas szintű. Sajnos nem ez a lényeg. A tanács 4 hetet adott magának, hogy bizonyítsa iskolájuk értékeit. És ez nem sikerült. Hát majd csodálkozik, mit értünk el. Minden végzős diákunk le fog érettségizni, és ez több, mint amit bármelyik iskola fel tud mutatni. Erre jut eszembe, Proctor. Új rendelkezés. Az idei évtől minden alkalmazottnak rendelkeznie kell érettségivel. Ez nem probléma. Minden tanárunk diplomás, mi több, tudományos fokozattal. De itt van ez az Ernest P. Worrell. Feljegyzéseim szerint nem tette el a vizsgát. Nem. De ő nem is tanár. Nem én találtam ki. A rendelkezés szerint minden alkalmazott. Na, lássuk. Elnézést. Maga véletlenül nem Worrell, ha kérthetem. De én vagyok. Magának állati mázlia van. Ön az, aki először figyelheti működés közben a porszintjantómat, a világ legnagyobb teljesítményű porszívóját. Talán majd legközelebb. Maga tudja. Így kellett csinálni. Sajnálom, uram, még soha nem viselkedett így, és képzelj el, épp lejárt a garanciája. Egy kis probléma van, Ernest. Ó, a vízvezeték az öltözőben. Ne izguljon miatta, már mindent elintéztem. Sajnos megváltoztatták a szabályokat. Az iskola minden alkalmazottjának rendelkeznie kell érettségivel. És ha mégsem... Akkor mennie kell. Te uram! Ez az életem, ez a karrierem, spirituális feltöltekezésem szinterem, ez a munkám. Vagy kilép, vagy visszamegy az iskolába. Jaj, ne! Csak az ne! Bármit csak az ne! Nem megyek vissza a suliba. Különleges
különleges hídem van. Új diák érkezett közé, régi ismerősük, a jó öreg Ernest. Üdvözöljük őt, ahogy a patkányokhoz illik. Jó reggelt, hölgyeim! Szóval mégiscsak megpróbálja? Igen, uram. Tudja, mit mondott az az űrge, az a Frankenstein? Az ész nagy dolog, ne hagyjuk pocsékba menni. Jó reggelt! Sok mindjárt Ernest. Menni fog Ernest. Nem problémos, mert tanárok tudózzasz. De rajta, ennek is ön. Semmi esélye sincsen, semmi. Aha, 152-es, hát itt vagy álmaim szekrénykéje te. Biztos kikötöm a tudás viharos tengerén. Én kicsiny szentélyem, távol a hívságos világtól. Hé, hey, Ernest, kész vagy? Igen, tőlem kezdődhet a játék. Oké, okay, sok sikert. Kösz. Később találkozunk, mutasd meg neki. Kösz. Na jól van, lássuk csak. Anyanyelv, matematik. Ezt kívülről kell tudni, haver. Add vissza! Mi van, Ernie? Anyuci pár évvel később küld a csúnyiba. Meg volt az pár évtized is, hát? Na! Kapd el rászt! Rajta volt a tantermek száma! Add vissza! Most hogy találom meg a matek termet? Add vissza! Nem fogok kivenni nélküle. Na! Na! Ernest, vagyok nélküle. Léci! Léci, szükségem van rá, eltévedek! Halló? Van itt valaki? Tudja valaki, merre van a matematika terem? Fiatalok! Íme a kérdéses dilemma! Egy teherautó után futója 12 láb széles, 10 láb magas és 20 láb hosszú. Narancsot szállít, amelyből 48 darab van egy ládában. Minden láda 1 láb széles, 1 láb magas és 2,5 láb hosszú. Ha! Az utánfutó tele van, vajon mennyi narancsot visz összesen? Tudja valaki a választ, fiatalok? Jól van, hát Ernest! Talán fáradj ki a táblához, és mutasd meg mindenkinek, hogy kaphatunk helyes választ. Na, arra kíváncsi vagyok. Először is figyelembe kell vennünk a számolásnál, hogy az évnek ebben a szakaszában a leggyakoribb narancs az édes, szaftos Valencia fajta, amely többnyire Floridában terem. Amennyiben a narancsot rosszul képzett bevándorlók szedik, előfordulhat, hogy némelyik éretlen marad, és ez a rakomány megromlásához vezet. Feltételezve, hogy a rothadás lassan terjed ládánként, mondjuk 3 narancs minden bizonnyal éppen marad. Amennyiben viszont grapefruit keveredik a narancs közé, tudja azok a nagy
kövén, guztustalan pöfetegek. Leülni? Most jön a végeredmény, szóval ezek a rúzsnya degökezek. Menjen a helyére, Ernest! Ernest, üljön le! Parancsoljon! Köszönöm. Üljön le, Ernest! Azt mondtam, üljön le, úgyhogy kérem, tegye azt! Jól van, hölgyeim! Ma egy kis birkózással kezdjük. Ki segít nekem? Warrell! Önként jelentkezett? Inkább nem, uram. Azzal a háttérrel, melyet a birkózók világszövetségében kaptam, s mivel minden mérkőzést láttam azóta, hogy Daniel Dömper legyőzte Szemit a szőrös talput, nem hiszem, hogy tisztességes lenne a többi fiatallal szemben. Aha. Igen. Nyomás be a ringbe! Lassan csinálom, Donald, hogy jobban megfigyelhesd a ragadozó mozgásomat. Ha-ha, Carson! Felkészül! Próbálja az atombomba rugást. Bernard, azt hiszem feladta. Bernard. Ernest, jól vagy? Ez az utolsó dobás teljesen szabálytalan volt. Amit most mutatok, egyedül te láthatod, Ernest. Ha ez a kísérlet rossz kezekbe kerülne, a kormány azonnal megbukna, és a nemes célszolgáló fegyverek pusztító hatalmak tulajdonában kötnének ki. Ráadásul Bobbyval utcára kerülnék. Mit tettek vacsi fejére? Amit itt látsz, az a találmány, ami biztosítja nekünk minden idők legmegtisztelőbb Nobel-díját. Bobby? Ennek a gépnek a segítségével Bacsi képes lesz megoldani ezt a matematikai képletet anélkül, hogy nagyobb energiát fejtene ki, mint ami a röfögéshez szükséges.
Az négy. Ernest! Bocsánat. Adj neki egy másikat, Bobby. Koncentrálj, kicsi malacom! Gyerünk! Gyerünk, ne okoz csalódást! Kettő meg négy az... Hét! Nem! Oly közel volt a cél! Bekerülhetett volna nevünk a tankönyvekbe! Miért, Bobby? Miért, Bobby? Miért, Bobby? Miért? Nincs miért szégyenkezned, kicsi vacsi. A matek nekem se volt az erősségem soha. Hát igen. Azt nem tudom, de egyszer szívesen kipróbálnám. Plátói szerelem. Az élet legszebb és legféltve őrzöttebb emlékei. Na persze. Észre sem veszi, hogy a világon vagyok. Elmondtad neki, hogy érzel? Megőrültél. Köszönni sem merek neki. Talán jobb is így egyelőre. Most a tanulás a legfontosabb addig, amíg még fejlődésben vagy. Másrészt a gondűzött szív komoly teher. Nem baj, ha leírom, amit most mondtál. Figyelem, figyelem. Üljenek le, kérem. Üljenek le. Köszönöm. Mint tudják, iskolánk fennmaradása az utóbbi időben kérdésessé vált. Létezésünk erősen függ attól is, milyen képet alakítunk ki magunkról a minket fenntartó közösség körében. Ezért van szerencsém bemutatni Miss Flugelt, mint zenekarunk új vezetőjét. Nagy tapasztalata van színvonalas és szórakoztató bemutatók szervezésében. Remélem az önök részéről is teljes együttműködést élvez majd. Hello, a nevem Mrs. Flugel. És remélem, hamarosan közeli ismerettségbe kerülök mindnyájukkal. Kemény munkával és sok-sok lelkesedéssel biztosra veszem, hogy ismét élvezhetővé tehetjük kis zenekarunk játékát. Ezzel a zenekarral a világon semmi esélye. Helyes. Akkor lássunk hozzá. Lapozzanak kérem Strauss kék duna keringőjéhez, hadd kapjak ízelítőt lenyűgöző muzikalitásukból. Kezdhetjük. Egy-két há, két-két há, egy-két há, két-két há. Szóval pontosan 6 megavolt váltóáramot vezetve az alanyba, a száraz elemekből, a béka lábain jól megfigyelhető az úgynevezett galvanikus reflex. Jelenleg ezzel a jelenséggel foglalkozom. Hallottad ezt, Bobby? Ő váltóáramot használt, mi viszont egyenáramot, és tudod, mi történt? Nagyszerű volt, fiam. Csak így tovább a megkezdett úton. Ez az, Bobby. Ez az. És most csajök, abban a rövid sárga izében, na, te jössz. Ez az az áttörés, amire annyi éven átvártunk. Ha az apám itt lehetne, hogy látassa a végső diadalomat.
Gyere! Na, gyere már! Egyik legközkedveltebb amerikai írónk Mark Twain. Igazi neve Samuel Clemens volt, és ma már legtöbb művét a klasszikus alkotások közé soroljuk. Ki tud nekem néhány olyan regényt említeni, amit Mark Twain írt? Tom Sawyer. Élet a Mississippi. Óza nagy varázsló. Nem, ég a kalapod. Azt hittem, az Dr. Seuss írta. A tűzoltókészüléke. Tűzoltókészüléke. Őszintén szóval csalódtam benned, Ernest. Alig van esélyed, hogy letedd az évvégi vizsgát, még kevesebb, hogy átmenj az érettségin. Elismerem, uram, hogy nem ment minden simán, de kijöttem a gyakorlatból. Nem, azt hiszem a legjobb, ha belátjuk, hogy a kísérlet kudarcba fulladt, és lépjünk tovább. Azt mondja, befellegzett? Ki vagyok rúgva? Utcára kerültem? Kitették a szűrőn, felmondtak, kidobtak, menesztettek, kirúgtak? Nem kellek, végem van! Kérem, ne dobjon ki innen, az alkú, hadd ne kelljen elmenni. Tudom, hogy megegyeztünk, de nem hagyhatom, hogy ez a döntés tönkre tegye az iskolát. Mit magyarázkodik itt? Szabaduljon meg ettől az idiótától, nem felelt meg. De igenis, megfelelek. Büszke lesz rám. Meglátja, de kérem, adjon még egy lehetőséget. Ha nem maradhatok, akkor nem marad semmim. Nem akarok a kárára lenni, Ernest. Kap még egy hetet, hogy valami haladást érjen el. Köszönöm, uram, köszönöm. Mindent megteszek, és ez elég is lesz, és minden rendbe jön, meglátja. Most megyek, és mindent, de mindent megtanulok. Szabaduljon meg ettől az idiótától, nem felelt meg! Meg fogok felelni. Igaz, hogy erre eddig még nem volt példa, de mindenki megváltozhat. Ernest, válaszoljon, de gyorsan! Megismételni a kérdést? Kirúgni, nem felelt meg! De igen, tudom, hogy igen. Vagyis azt hiszem. Maga örök vesztes, teljesen reménytelen. Nem igaz. Megváltozom. Csak időre van szükségem. Miguan fő kiviteli terméke. Ki írta Benjamin Franklin életrajzát? Adja ide a dolgozatát. Kit temettek Grant sírjában? A dolgozatát. De igazuk van. Nem fog sikerülni. Ernest, itt vagyok. A szekrényben? Persze, hogy ott. Mit keres maga oda bent? De ne ülj, még lássam valaki. Gyere! Tűha, hogy mi minden elfér egy ilyen szekrénybe. Ernest, gyere ide! Gyere! Lépj közelebb! Ez az! Jól van? Közelebb! Úgy hallom, gondok vannak a tanulmányaiddal, já? Bobby és én tennénk neked egy ajánlatot. Megváltozna az életed. Nem is beszélve a történelemről. Én benne vagyok. Helyes! Végre! Hogy rád találtunk, Ernest. Amit itt látsz, az a világ első atomfizikus eszecske gyorsítója. És te lehetsz az a szerencsés diák, akit kiválasztott a mi elnöki tanácsunk. Én és Bobby. A tisztességre, hogy te lehetsz az első... Kísérleti malac. Inkább mondjuk úgy, szellemi úttörő. Gondolj bele. Az emberiség történelmének minden tudása a te apró agyadban. Na hát, és gondolja, hogy ez segít átmennem a matek vizsgán is. A matek vizsgán? Hogy a matek vizsgán akár átfogalmazhatod a relativitás elméletet is. Hát, ha gondolják, hogy szükség van rá. Ez a beszéd. Oké, a legfontosabb, hogy kényelmesen ülj. Gyere csak csücsű ide. Lássuk, vajon működik-e a dolog. Jó, kényelmesen ülsz. Na is, kötözd oda, Bobby. Lehet, hogy a kötelékekre nem is lesz szükség, Ernest. De egy szellemi úttörőnek igazán meg kell hoznia ezt az apró kis áldozat. Ez nem igaz. Felkészültél? Hát, hogy őszinte legyek, éppen kezdtem meggondolni magam. Nem. Bobby, kapcsold be. Na, Ernest, készülj föl a megokosodásra. Oké, Bobby. Hadd szóljon!
Ernest, barátom, fogadnál vagy? A kérdés bizonyára azt a filozófiai kitételt rejti magában, miszerint öntudatán lévő szellem rejlik-e az előttetek materializálódó testben. Nincs igazam? Sikerült! Sikerült! Bobby, sikerült! Most már okos vagyok? Nem, most nem. De pár pillanattal ezelőtt egyszerűen brilliáns voltál! Ja, Istenem, nem is tudom, hogy köszönhetném meg. Hagyja már semmiség. Ezentúl korán kell bejönnöd, hogy legyen időm feltölteni az agyadat. Ha a számításaim helyesek, egy átlagos méretű agy egyetlen feltöltéssel nem működik tovább... 3 óránál. Ez a teljes esetben mindössze 45 perc óránként legfeljebb. Akkor talán reménykedhetek, hogy átmegyek a vizsgákon, igaz? Ne feled, Ernest! Hagyj magadnak elég időt, hogy feltölthessük az agyadat minden óra előtt, oké? Heuréka! Ki lesz a királynő? Az izgalom a tetőfokára hág, és ha héten is nyerünk, bejutunk a kerületi döntőbe. Lehetünk akár futballhősök is. Az Ernest suliban... Ugyan már valaki csak megoldotta a feladatot. Ernest, halljuk, milyen ötlete van. A megoldás y a negyedik négyzeten plusz 16y osztva 71y a négyzetennel minusz 4y minusz 420 egyenlő nullával. Ez helyes? Hát persze, hogy helyes. Ha megkérem, megmutatná az osztálynak, hogyan jutott erre az eredményre? Boldogan. Nos, a legelső dolog, tisztelt hallgatóim, tisztában lennünk azzal, hogy míg az egyenlet egyik oldalát bizonyos összeggel növeljük, a másik oldalt ugyanezen összeggel csökkentenünk kell. Ellenkezőleg is, ha az egyik oldalt csökkentettük, ugyanezen összeggel növelnünk kell a másikat. Vagy túl gyors voltam azoknak, akik jegyzetelnének. Helyes. Hát akkor folytatom. Megfigyelhetjük, hogy míg az árójeles tételek felbontásánál a hányados ugyanannyi marad, addig az árójel felbontása nélkül a szorzat a kisebbítendő négyzetének reciprokával, a kivonandónak viszont a négyzetgyökével növekszik, ha összeadjuk a kisebbítendők és kivonandók összegét, az eredmény nulla. Most, hogy átvettük az alapokat, miért is ne tennénk fel valami izgalmasabbat? Mesélj, hogy ment? Remekül. Sose hittem volna, hogy ilyen okos vagyok. Gyerünk gyorsabban. El fogok késni. Elnézést kérek. Megkérek minden
nekik, hogy csukják be a könyveket. Erre most nem lesz szükségünk, remélem. És próbáljuk meg kielemezni, mit csináltunk rosszul a múlt órán. Hello, kis barátom. Miért kísérel újabban mindenhonnan? Unom az ismétléseket. Olyan gyerekes dolog, nem gondolod? Ez a másik. Úgyhogy újabban szakértő lettél minden tárgyból. Mindenkinek van rejtett agykapacitása, barátom. Én azon szerencsések egyike vagyok, akik képesek felszabadítani a szellem szunnyadó tartalékait. Értem. Az elejéről kérem. Figyeljünk a trombita szólamra. Egy, két, két, két. Van, emberek. Figyelmet kérek. Tehetnék egy apró javaslatot? Nos, igen, Ernest. Először is meg kell értenetek, hogy ez a dal jóval több, mint egy induló. Ez jelképezi az Amerikai Egyesült Államok harcos szellemét. Úgyhogy, ha szátokhoz emelitek a hangszert, gondoljatok a bátor ifjú katonákra, akiket szerettünk és értünk haltak. A hálaadás vacsorára, a karácsony reggelre, a húsvéti parádéra. A középső billentyűt olajozd meg kicsit. Klarinét, klarinét, klarinét. A színek tisztasága. És mindaz, ami az 50 államban oly egyedi, ez mind rajtad áll. És most mindenki! Megtalálunk az új tambormajort. Mit mond az Ernest? Ez rengeteg munkával jár, és nekem gondolnom kell a saját előmenetelemre. Hát, ha ragaszkodtok hozzá. Amint azt bizonyára tudjátok, vannak bizonyos személyek, akik kapcsolatban állnak a futball nevű játékkal, és annak örülnének, ha nem játszanánk a mérkőzések szüneteiben. Azt állítják, szégyent hozunk az iskolába. Azt mondják, bemocskoljuk az izmos patkányok szent nevét. Én azt mondom, miért hagynánk, hogy a futballcsapaté legyen minden dicsőség? A dicsőség, elhihetitek, a miénk lesz. Hogy csináljuk mindezt, kérdezitek? Hogy győzzük meg őket? Hisz csak egy csapat tehetségtelen idióta vagyunk. Nem tudjuk megkülönböztetni a hangjegyet a légypiszoktól. Én bebizonyítom az ellenkezőjét. Egy jó vezető még ebből a botfülű csürhéből is egy összehangzó, érces hangú, szívdobogtató, lelkesítő zenekart csinál. Egy jó vezető olyan katonás zenekart varázsol belőletek, amilyet cicka sófol szvén fáj még sose láttak. És minden kétség nélkül garantálhatom, én ilyen vezető vagyok. Ó, Bradley, nem te hagytad el? Jól van. És egy,
és két. És egy, két, há, négy. Érzi ezt, Harold? Micsoda egészséges új szellem van itt? Még négy hete van, hogy élvezem, mielőtt lesújt a bár. Nem kellene bezárnom egy olyan iskolát, amelynek győztes futballcsapata és ilyen tehetséges zenekara van. Nem is kell, majd én bezárom. Menjünk. Iskola után beugorhatnánk a videótékába, és te filmeket válogathatnál, míg én elmélyedek a videótechnika legújabb tudományos vívmányaiban. Nem, most inkább nem. Akkor lemehetnénk a parkba, és megnézhetnénk, hány partisakkot játszom le szimultán alapon. Nem hiszem, hogy ez szükséged van ránk. Különben is nekem tanulnom kell, nem úgy, mint egyeseknek. Mint mondottam, megtanultam egy trükköt, mellyel megsokszorozom az agykapacitásomat. Hát, lehet, hogy van ilyen trükk, de én nem ismerem, úgyhogy... Édes öregem, nincs véletlenül egy kis Bernie szósz ez a félig sült bárányhoz? Frissi antra? Pikán szalsza? Van ketchup. Mi nálunk azzal eszik. Én erre nem lennék olyan büszke. Tudod, Ernest, kezd egy kicsit elegem lenni belőled. Jobban csíptelek, amíg nem voltál ilyen okos. Igen, így már jó lesz, Bobby. A gép tökéletesen működik. Oh, alig várom, hogy kipróbáljuk egy normális emberi agyon. Persze, addig Ernest is megteszi. Gyorsan, gyorsan, emberek! Rettenetesen késő van, és még egy csomó fontos dolgot el kell intéznem. Nos, jó reggelt neked is, Ernest. Elvégeztünk néhány módosítást, amitől reményeink szerint a szerkezet még jobban működik majd. Gerta, elismerem, hogy mindez fantasztikus annak, akit ez érdekel. De megkérhetem, hogy ne járassa a száját annyit, ha nem lássa munkához? Gyere, Bobby! Nagyon fontos személlyel van dolgunk. Ne vesztegessük tovább az ő értékes idejét. Köszönöm. Igen, így már sokkal jobb. És legközelebb készüljenek fel, mire megérkezem. Nagyon szoros az időbeosztásom, és ha várnom kell magukra, az cseppet sem könnyít a dolgomon. Viszlát. Ez az okosodás nem tett jót Ernest személyiségének. Kicsit sokra tartja magát ahhoz képest, ami egy kísérleti nyúl. Bobby, mi ez? Visszavetted az energiát? Mindössze 38 percig fog tartani a feltöltés? Jaj, Bobby! Jaj, Bobby! Te disznó! Hölgyeim és uraim, csönd legyen, foglaljanak helyet! Csöndet! Ma folytatjuk a témát. Amerika a 18. században. Ez a periódus a nyugtalanság és lázadások időszaka. Ez volt az a korszak, amelyben a megvívott csaták révén Amerika végleg beírta magát a világ történelmébe. Blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Á, blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Blá, blá, blá. Blá, 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 blá. Blá, blá. Blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Remélem, mindnyájan egyetértenek, milyen izgalmas periódusa ez történelmünk. Ma már csak egy feleletre maradt időnk. Akad önként jelentkező? Ernest? Már épp itt volt az ideje. Köszönöm. Biztosra veszem, mindnyájan hallottatok a Seward fólióról. De abban is biztos vagyok, hogy egyikötök sincs tisztában ennek a nagyszerű eseménynek történelmi jelentőségével. Hivatkozási alapnak veszem a Alaszka tervezetet. Az év 1967. A férfi William Harris Stewart. Egy nagyon nyinese az Egyesült Államoknak. A szenátor, aki meggyőzte a kongresszust.
Gyere, Ernest, gyere! Bobby úgy gondolta, megleckészted kicsit, de nem akart semmi rosszat. Mi történt, Lassie? Timi bajban van? Hát ez nem igaz! A show business az én életem, emberek. És egy dolgot megtanultam ebben a kegyetlen világban. Meg kell adni nekik, amit akarnak. Fel kell rázni és kavarni őket. Lenyűgözni és elkápráztatni őket, hogy könyörögjenek a ráadásért. Nos, jól figyeljetek, mert csak egyetlen egyszer vagyok hajlandó elmondani a dolgot. Ha elvesztitek a helyeteket, és nem tudjátok, hogyan tovább, nézzetek rám. Ha a tömeg idegessé tesz titeket, nézzetek rám. Tubások, ha elveszítjük a tempót az utolsó kadenciánál, mi a teendő? Nézzünk át! Jól van, előről az egészet. És zászlóvivők ott hátul, úgy lobogtassátok azokat a zászlókat, mint a szélvihar dúlna, helyes? Jól van. Egy és két. És egy, két, hát. Jól van. Elsőre megütöm a gongot. A tűzijáték után rögtön jön a nagy dob. Bum, bum, bum! Megütöm a xilofont. Bum, 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 bum! Bum! Semmi másra nem tudtak gondolni, mint a tűzijátékra és a hangversenyre. Biztos nem lesz semmi baj, csak fogják rövidre, és ha lehet, ne nagyon... Milyen zenekar játszik? Ez Ernest, vagyis a miénk. Elég, elég, elég. Nem jó, sőt, teljesen rossz. Ernest! Ernest, Mr. Proctor szeretne szót váltani veled. 5 perc szünet, emberek. Miss Flugel meséli, hogyan teljesen átszervezte a programot. Gratulálok, fiam. El sem tudja képzelni, mit jelent ez a mi iskolánknak. Köszönöm, uram. Pusztán azt sajnálom, hogy produkciónkat megszakítja majd egy közönséges futballmeccs. Nos hát, igen. Folytassák a munkát. És sok sikert kívánok holnap estére. Köszönjük, uram. Ó, már is megyek ön után. Ernest, én... Igen? Tánc lesz holnap a meccs után, és nekem muszáj ott lennem. Meg akartam kérdezni, hogy nincs-e kedved velem jönni? Nos, hát, még meg kell néznem az előjegyzésemet, de azt hiszem, szabad vagyok. Emberek, emberek! Még egyszer előről, és ezúttal érzéssel, ha kérhetem. Igen, ez az ezen a csillagfényes gyönyörű estén. A patkányok már felálltak az első félidőhöz, melyben ezúttal végső csapást mérnek a Maitland-i lovagjai. A patkányok sztárja, a középcsatár Brad Prince önmagát felülmúlva találja meg a részt, a lovagok tér fele. Ezt szépen csináltátok, lányok! Bravo!
Olyan izgatott vagyok. Nézd meg ezt a tömeget. Még sose láttam ennyi embert. Méltó közönsége lesz mennybe menetelemnek, amit mint tambúrmajor eszközlök ki, nem de bár. Remélem minden rendben lesz majd. Sose törje ezen azt a bájos kis fejecskét, amíg az én tanítványaim nem felejtik el az első szabályt. Nem lehet semmi baj. És mi ez a szabály? Nézzünk rá! Látja, mi baj lehetne? Hová mész? Most jut eszembe valamit, ott hagytam a zenekari teremben. Már is visszajövök. Reméljük is, Ernest, mindenki számít rád. Lemaradna a király a saját koronázásáról, alig hiszem. Mi történt itt az Istenem? Sötétben jöttek, mint a tolvajok. Megtámadtak minket, minden figyelmeztetés nélkül. De ki tenne ilyesmit? Kicsinyes lélek, zsugorodott angyal. A status quo védelmezői, az új világ esküdt ellenségei. Filiszteusok, barbárok, republikánusok, mit tudom én? És meg tudják javítani? Jó, persze! Csak a fél életem ment rá! Mihez kezdjek most? Nem mehetek így! Csak önmagam vagyok! És most halljuk Cicika Show Falls patkány zenekarának. Hol van Ernest? Nem tudom, de most már indulnunk kell. Láttam, amikor próbáltak. Igazán lenyűgöző. Nem látja, hogy tűkönülök? Épp itt volt az ideje. Vissza kell mennünk. Nem folytathatjuk, nem fog sikerülni. Ahhoz már késő van. Elkezdődött a műsor. El kell mondanom valamit. Nem úgy van, ahogy hiszitek. Én igazából nem vagyok okos. Menj már előre. És ne feledd, amit mondtál. Nézzünk rád. Egy, két, á, négy. Mit szólnak a zenélő patkányokhoz? Thank you.
Tudom, hogy nagy csalódást okoztam. Meg volt az esélyem, és elszúrtam. Én nagyon sajnálok mindent. Sajnálom, hogy ilyen vagyok. Ég veled, hőszekrényem. Ég veled, kicsi papagájfogom. Úgy látom, ti nem vagytok igazán elkeseredve. Ezt jól elszúrtam, igaz, Mr. Csípőfogó? Bizony, elszúrtad, Ernest. Lejárattad az egész iskolát. Lejárattam az egész iskolát. Lejárattad Miss Flugelt is. Lejárattam Miss Flugelt is. Disznómot bántál Donald-el. Disznómot bántam Donald-el. És mindenkivel szemétül viselkedtél. És mindenkivel szemétül viselkedtem. Mostantól tanulni fogsz, mint bárki más. Mostantól tanulni fogok, mint... Várjunk csak! Ez nem is a te hangod. Gondoltad, hogy ennyivel megúszod a dolgot? Levizsgázol, mint a többiek. Igen, addig tanítunk, amíg kegyelemért nem könyörögsz. Biztos. Biztos, hogy nincs más megoldás. Nincs, nincs. El kell kezdened tanulni. Jaj, ne! Mi a csontok második alkotó eleme? Kilőtte le Abraham Lincoln? Az ötödik leggyakoribb anyag. Joghurt, sajt, valami fickó puskával. Nem tejtermék, Ernest! Milyen fickó? Nagy szabadságharcos, a múlt század közepén. Greta! Klingon! Nem! Sanders ezredes! Nem! Abraham Lincoln! A pingvin! Ez reménytelen! Elemek! Wyatt Earp! Elemek! Melyik ország? Biztos, hogy nem a pingvin. Idaho. Biztos! Ország! Elefántcsont! Garth Brooks! Helium. 9 az ötödik négyzetem. Seward folio. 96,6. Mezőgazdaság. Rodney! Mai kérdésünk, ki nyújtotta fel a dekorációt tegnap a díszhangverseny után? És őszintén, hogy fejezhetnénk ki a hálánkat neki? Hétvégén lesz a nagy nap! Itt a kerületi döntő. Itt az esély, hogy megnyerjük az egész ingyen cirkuszt. Hé, akár lehetnénk futballsztárok is. Igen, az izmos patkányok. Beírják nevüket a történelembe. Oh yeah! Ernest! Hát, elérkezett. A nagy teszt. Nem kell más tenned, csak lazíts és koncentrálj.
Sajog az agyam. Azt hiszem, eltört. Nem egészséges ennyi tudást begyömöszölni egyetlen fejbe. Ernest, nézd ki! Megjavítottuk. Nem reméltem, hogy ilyen gyorsan sikerült, de ha Bobby egyszer rááll valamire, hidd el nekem, az este se állítja meg. Ez nagyszerű. Most már biztosan átmegyek a vizsgán. Javon, úgy bizony. Az atomfizikus eszecske gyorsító kész, és csak arra vár, hogy rád kapcsoljuk, oké? Nagyon köszönöm, Gerta, de azt hiszem, ezzel egyedül kell megbirkóznom. Viccelsz velem? Ernest! Gondolj a tudományra, gondolj a Nobel-díjra. Mi lesz az állami támogatásra? Szükségünk van rád! Nekünk nem elég csimpánzra! Jól van, emberek. Nincs beszélgetés. Sem leselkedő szemek. Felkészültek? Kezdjék! Mesélj, mi volt? Fogalmam sincs. Egyszerűen csak úgy bekapta, láttam már ilyet. Hát, akárhogy is volt. Büszke vagyok rád. Na gyere. Gyere szépen. Valami a meccset illeti, mert micsoda meccs ez, emberek, ilyen csak egyszer van az életben. Mint Dávid és Góliát csap össze jelentéktelen csapatunk, a patkányok, a legyőzhetetlen acélemberekkel a központi sportiskolából. Egy iskola még bajnokcsapatot nevel, nem szolgált rá, hogy bezárják, egyetért vele? Ó, igen, mint magánember feltétlen egyetértek, de mint az igazgatói tanács elnöke, nyitott szellemben kell döntenek. Persze. Akárhogy is, de a kérdés költői, mert a központi sportiskola fog győzni, és ők lesznek a bajnok. Ó, igazán úgy gondolja? Igazgató úr, ide jönnek pillanatok, köszönöm. Bocsánat. Üsszki őket, Ernest! Hajrá!
álljon meg, főnök, beszélnünk kell. Sajnos most nem alkalmas a pillanat. Hallott az iskola bezárásával kapcsolatban? Igen, igen, hallottam. Van egy kis problémám, amit segítene megoldani. Ha nyernek ma, kerületi bajnokok lesznek, és ez igencsak megnehezíteni a dolgomat. Ó, pedig nyerni fogunk, kikészítjük őket. Nem értem, miben segíthetnék. Intézzel, hogy kikapjon a csapat. Hogyan már? Miért tennék ilyet? Ha kikapnak, garantálom, hogy maga lesz a vezetőedző a központi sportiskolában, miután ezt bezártuk. Nem is tudom. Ezt az iskolát úgyis bezárjuk, így legalább nem vesztene rajta az ügyön. Pedig megverettük volna őket. Na hisz, egy hét múlva a kutya sem emlékszik rá, hogy kit vert meg. Megverettük volna őket. Megverettük volna. Hé, erre szeretnék innen. Irányunk a legjobban. Jól van, fiúk, mindenki ide körém. Gyerünk temposan. Álljatok körbe. Egy, kettő. Gyerünk. Figyelem. Jól van, figyeljen mindenki! Új tervet dolgoztam ki! Ez határozottan nem az a teljesítmény, amit Decker edzőtől és a Kiszmos patkányoktól elvártunk volna. Az acélemberek a szószoros értelmében a földbe döngölik csapatunkat. Ez újabb hat. Azaz 7 pont az acélembereknek, melyen sikerült elérnünk a megalázó 18-0-ás eredményt. A jó hír, hogy az első fél időnek lassan vége, a rossz hír, hogy újabb 30 perc következik ebből a példátlan mészárlásból. Ti eresztenétek végre? Hé, valaki! Segítsetek már rajtam! Eresztetek ki! Ha-ha! Szálljon már meg valaki! Oh. Az adósod vagyok, öreg. Micsoda remek fickó. Bocsánat, vigyázzon, gyerekkel vagyok. Hol a pokolban voltál? Ez egy hosszú történet. Figyeljetek, ez az Axwell rávette Decker edzőt, hogy bundázza meg a meccset. Ez nem szép tőle. Ki akadályozná meg? Hát mi? Na persze, és hogyan? Figyeljetek, mi vagyunk a védelem utolsó vonala. Ez itt a Termopülei szoros, és a mi dolgunk feltartani a görög hordákat tengeri flottáikkal együtt. Egy szóval mit tehetünk? Szerencsére van egy ötletem, amit kifejezetten ilyen alkalmakra tartogattam. Ettől lila lesz? Tényleg? Segíteniük kell! Az iskola sorsa múlik rajtunk! Bobby? Fel az iskoláért! Igazság! Törvényesség! Germán-amerikai módon. Veletek vagyunk. Mézi. Remek, oké. Okay. Ernest feltartja őket, amíg lehet. A következő kéne. Pár gallon altatógáz, gázállam. És most a cicka sófolszi patkányzereta. Jaj, már megint ezek a szerencsétlenek. Mi? Nagyon keményen dolgoztak. Az új iskolában legfeljebb a ponyvát kezelhetik. És most következzék a Funky patkányok dala. Your soul food a la King, muskrats marching to a James Brown thing. Homeboy's proving down the street, got his mojo working on a muskrat beat. Helyes, fiúk a tara között. Nem sokára már csak homályosan látnak. Olyanok lesznek, mintha berúgtak volna. Folyamatosan ásítoznak és arra vágynak. Hely, ne felgensedek. Oké, Zander, Bobby. Menjünk. Ne feledjétek. Ez egy nagyon erős altatógáz, úgyhogy tartsátok fenn a maszkokat. Na, gyerünk. Nézi, ez nem fog összejönni. Mi nem tudunk fogni. Hát csak jobbat lehetünk, mint ők eddig. Gyorsan, fiúk, szedjük le róluk a meszt. Meg kell próbálnunk megnyerni a meccset.
teszik egyik tenyerüket a másikhoz, mert most jön a lenyűgöző szférák költészete. Ho! És művészi kivitel egyesül a következő konfigurációban, melynek címe Élet és halál összhangja. Nézzük meg Ernest, hogy boldogul. Oké. Okay. Gyerünk, patkányok, kapjuk el őket! Rajta, srácok, mindent bele! Remélem, a középcsatár nem veri szét Ernest fejét! A legfontosabb, hogy egy csapatnak legyen vezetője. Egy csillag. Egy vezérlő fény, mely áthatol a sötétséget, hogy a többiek kövessék azt. És én leszek a csillag. Ez ismerősen hangzik. Fénykoromban úgy hívtak, hogy gepárdlábú Borel. Csak passzoljátok itt a labdát, és figyeljétek a műsort, érthető? A patkányok, mintha belefogtak volna a mezőben, ami nem csoda az imént itt megalázó eredmény után. Ezek a patkányok úgy játszanak, ha semmi közük legyen a futballhoz, és minden, hogy ezzel a cicka sorhoz szurkoló, abban sem túl némes talán. Az emberiség nevében, hölgyeim és uraim, nem emlékszem, hogy valaha is tanulja lettem volna ilyen fizikai alkalmatlanságnak. És mivel az állás a szinte behozhatatlannak tűnő 39-0, annyira hiszem, hogy bármilyen meglepetésben lehetnék nézni. Ernest, gyere csak! Tudom, hogy filozófiailag összeegyeztethetetlen sportszerű játékszellemeddel a készülék használata, de azt hiszem, hogy ideje bemutatnunk ezeknek az acélembereknek, milyen lehengerlő eredményeket érhetünk el. Az új és tökéletesített atomfizikus eszecske gyorsítóval. Hát legyen belőlem, mint a patkány. Remek, lássunk hozzá. Ó, Ernest, ezúttal ne viselkedj disznó módon. Jól van. Na, akkor most felvesszük a kesztyűt. Úgy látom, a patkányoknak új középcsatárjuk van, aki nem más, mint... Ernest P. Worrell? Figyelem! A patkányok birtokolják a labdát saját térfelük harmadó vonalánál. Ha veszik, összeszedték magukat, úgy beindultak, mint akiknek nincs veszteni való. Mi vagyunk a A patkányoké a labda az újabb középkezdésnél. 37, 25, és 1, és 2, és 1, 2, 3, dob. Yeah.
tudom, mi folyik odalent, de a papkányokat, mintha teljesen kicserélték volna. Ott vagy! Ez az! Tengerész gyalogos! Ez az! Most te! Te! Mi legyen, Bobby? Ez az! Klasszus kis papkány! Ajas és erőszakos! És a büntetőpont is megvan! Kirúgás következik. A patkányok majdnem a középpályáig jutnak. De az óra szerint már csak 20 másodperc van, és attól tartok, hőseinkkel már a csoda sem segített. Na és most mi legyen Ernest? Nem tudom, srácok, sajnos kifogytam az ötletekből. Bízzátok csak rám, elmondom, mit tegyünk, figyeljetek ide! Gyere csak, 57-es. De helyes rác vagy. Kérték ki, de már csak 3 másodperc van hátra. Eközben a hátsó szárny visszajön ide, és fedezi az akciómat. Van kérdés? Jól van akkor. Vágjunk bele. Jó, a papkányok győztek, hívja az új kerületek alakot!
a meccset? Fogalmam sincs, miről beszél. Sose gondoltam, hogy idáig süllyed. Nézze, megmagyarázom. Amit tettem, azt az oktatási rendszer egészének érdekében tettem. Ez az ön véleménye. De szerintem ön és ez a Decker nézhetnek új állás után, amint elmondom a tanácsnak, hogy mire készül. Nem, ezt nem teheti. Kitalálunk valamit, én esküszöm. Azt mondta Harold, hogy egy iskola, amely bajnokcsapatot nevel, nem az az intézmény, amit egy felvilágosult személy bezáratna. Így van? Úgy érti? Cicka Show Falls működhet tovább. Ezek szerint átmentél a vizsgán? Hihetetlen. Igen, Ernest, péntektől érettségizett diák lesz. Egy percig se kételkedtem benned. Hát nélkületek nem sikerült volna, nagyon köszönöm. De tudjátok, szerintem bennem volt a lehetőség. Ernest! Mindent bele. Gyertek! Ernest, csak azért jöttem, hogy elmondjam, milyen büszke vagyok rád, hogy megszerezted az érettségét. Gratulálok! Ön nélkül sosem sikerült volna, Miss Flugel. Csináltam önnek valamit. Egy zenedoboz. Milyen kedves tőled! Ezt nekem csináltad? Hallgassam! Tudjátok, megfelelő ember a megfelelő munkára. Nincs igazam? Kórház, ahol senki és semmi sincs biztos.